A kidobott többségében elektronikai háztartási hulladékok újrahasznosítására indítanak közös projektet spanyol és portugál társaságok. Az összegyűjtött hulladékot a Porto környéki Lipor nevű hulladékközpontban 4 csoportba válogatják. Az elsőbe a tévék és számítógépek kerülnek, a másodikba a hűtőgépek, a mosó és mosogatógépek, a harmadikba a vasalók és egyebek a negyedikbe. A cél az, hogy az eszközök ne értéktelenedjenek el, amikor kidobják őket, ezért minél nagyobb mennyiséget igyekszünk belőlük összegyűjteni, hogy új termékeknek adhassanak életet, mondja az egyik portugál projektvezető. Ennek érdekében a környezetszennyező alkatrészeket külön válogatják azoktól, amelyek megfelelnek az előírásoknak és újrahasznosíthatók. Ezeket címkével látják el, és a terv szerint internetes platformon hirdetik meg az érdeklődő cégeknek. Biztos vagyok benne, hogy sikeresek leszünk, mert a ma használatos elektronikai eszközök között rengeteg olyan van, amely újra felhasználható, a segítségükkel pedig környezetkímélőbb, hosszabb élettartamú termékek állíthatók elő. A vásárlók is jól járnak majd, mert hosszabb ideig szolgálják a termékek őket, és ritkábban kell újat venniük, vélekedik a Lipor igazgatója. A 2020 első negyedévének végére beinduló Pontevedrából koordinált projekt a Fenntartható Európa 2030-ra koncepció szellemében több mint 2 millió eurós költségvetéssel valósul meg.